Igen, nincs bekapcsolva a mikrofonom, mert elmentem egy két perc szünetre is elfelejtettem visszakapcsolni a francba. Akkor amit eddig mondtam, az elmúlt 5 percben az semmi nem hallatszik, tökéletes. Akkor gyorsan összefoglalom, szóval elkezdtük az új napot a játékban, és ugye az a lényeg, hogy Nináról kell minél több dolgot megtudni. Hogy hol volt, mit csinált, mi áll mögöttem, és stb. De hülye vagyok, mindig elfelejtek valamit. És volt egy darab e-mail. Még jó, hogy jössz. De ez a baj, hogy nincsen néző. Nincs senki, aki néz folyamatosan, azt szól, hogy bazd meg, te hülye, vel nincs kapcsolva a mikrofon. Csak amikor egy-egy ember beugrik, akkor derülnek ilyen dolgok. Na jó van, szóval igen, ez a Marca írt valami levelet ugye Harrisonnak. És ő is szítja ezt a Ninát, nem tudom ki ez a csaj. Itt egy újabb cikk. Vagy nem tudom, mi ebben az új?
Aj, már több új is van, igen. Az igen. De ezt nem értem akkor se, hogy az újságban az összes cikk, amit írnak, senkinek nincs kiírva a neve, hogy ki írja, meg mit tudom én. Egyedül ő. Ez a hülye Harrison. Aztán sajnálja, hogyha úgy tűnt, hogy ezért nem akarta lejáratni az embereket, mert megfélemlítem, és semmi. De ugye sejtette, hogy ez fog történni, lesz még egy robbantás. De hát tudjuk, hogy miért sejtettem, és benne volt ebbe a hülye gondolatcsoportba. És ő is hallotta első tiltakozásról a plázába, tehát gondolhatta, hogy lesz valami. Na, ezt így, ahogy van letiltom abban a pillanatban, mert ez fasság. Mert ezt szerintem az újság miatt írja. Ezt... ezt behúzom, mert szerintem ez igaz. Tehát tényleg csak a újság miatt írta azt az előrejelzést, hogy lesz még egy bombázás. Tehát nem azért, mert bármi köze lenne hozzá. És akkor van még egy cikk, valami mozifilm. Szürke árnyék. Nem a szürke 50 árnyalat a film akarna lenni, hanem még véletlen se. Ennek miközben mind bármihez, azt nem tudom. És akkor a gondolat weboldalán is elérhető egy újabb cikk, amit Nina írt. Ugye ez a Consent van, ez Ninának a aliasza. És akkor most már tudjuk a chat azonosítóját is, úgyhogy fogjuk látni a chat üzeneteit. Na, hol van még valami új? Ja, még a cikket is el kéne olvasni. És pont itt van egyébként a plázában lévő tiltakozás. Azt mondja, őt igazán sokkolta ez a hír. Főleg, hogy... főleg az a része, hogy a plázában lévő látogató tömeget fenyegette a tiltakozó csapata. És ugye ez is, meg is erősíti a csaj, hogy igen, meg akarta rémiszteni, vagy meg akarta félemlíteni az embereket. Hogy meggyőzze őket. Tehát félelem akarja meggyőzni az embereket? Hát... de erről nem az egész csoport erről szól, ez megint egy hülye közbeszólása volt a Silence-nak. Nem az egész csoport szól erről, ez csak Nina. És Godfels írta is, hogy neki nem tetszik, ahova a csoport fajul, és ezért szállt ki, és Hancock is ezért szállt ki. Igen, tehát ő meg elítéli az erőszakot.
Szóval, de nem volt erőszak, senki sem sérült meg, maximum megijedtek. És szerintem ez nem is volt elég, ezt írja Nina. Bekerültünk némi helyi újságba, de a TMV, a nagy újság nem harapott rá a dologra, nem is írt róla semmit. És akkor Hancock is ír, hogy nem lehetne egy kicsit lenyugodni. Évnek igaza van. Tényleg lázadást szítottunk. Kicsit túl toltuk a dolgot. Tehát ő meg sajnálja is, ő is azt a... Tehát ő is ért egyet teljesen azzal, ami történt. Tehát tényleg úgy tűnik, mint a Nina lenne az egész mögött. Szóval kösz, hogy házba szúrtál, Hancock. És kiírta a rendes nevét, hogy Harry, Hancock, Hancock. Na mindegy. Azt mondja, igen, tehát... Épp megint csak van is szó, hogy ne itt beszéljék ezt meg, mert ugye más is láthatja. És egyébként nem tudom, hogy direkt írják ezeket ki. Közben lesz itt egy újabb e-mail. Harrison válaszolt ennek az ismeretlennek, a Markának. Vagy Marca, vagy nem tudom ki. Tehát az... remezzel azt nyomjuk, igen. Tehát... Miért újdonság ez neki, ha hülye vagy? Már rég behúztam ezt egyszer, hogy ugye együtt jártak és szakítottak. Ez hülye ez a csávó. Partnering crime. Hát te gondolom nem szó szerint crime, hanem valamit együtt csináltak. Ez viszont Ninára vonatkozik. Ez nem érdekes, és mi a másik? Ez már Nina csettel valaki ismeretlennel. Szív. Szerintem csak azt akartam kérdezni, hogy minden rendben van-e. Ja, ne aggódj. Jó vagyok. Kösz, hogy gondoskodtál róla. De miről? Még akkor is, ha szombat van. Ne aggódj, hogy vagy. Még mindig szarul. Micsoda, ez... Ne, tartsd vissza, igen. Szóval jól vagyok. Nem, nem vagy jó. Mindig rosszul nézel ki. Mindig szomorúan nézel ki. Nothing to worry about. Kellett ez nekem. Bármi újdonság szerelem fonton? Nem. Singular portal thing. Csak hülyék vannak ezen a singular portál dolgon, amit ajánlottál. Ezt behúzzuk, ez olyan párkereső weblap. Azt mondja, ja, 99%-ban hülyék, de azért csak keres tovább. Hát, ha valaki megment téged. Azt mondja, kösz, majd én megmentem inkább magam. Megyek dolgozni, kösz, még egyszer. Singular portál.
párkereső. Na, van végre egy képünk Nináról. Ugye, itt van, hogy ponton van lakik. És 85 októberben született. Kit érdekel, hogy heteroszexuális, meg a magassága? Atletik. Ez nem tudom miért fontos. Szóval szeret... Hát ez egy nagyon ódó a csaj. Beatles szereti, ha már rosszan velem lehet. Szeret hegyet mászni, ázsiai kaját és a Beatles-t. Utálja öltönyöket, legtöbb filmet. És a mi gyertyafényes vacsorát. Érdeklődik a politika iránt. És kifordítasz egy balkezes kesztyűt, akkor a jobb kezem is leillik. Hát jó. Logikus. Hol szeret menni vakációra? Tengerpartra vagy hegyekbe? Financial Stability-t keres. Mondjuk... Az érdekes lehet, tehát akkor ő az ex szerint nem stabil pénzügyileg. És itt vannak a beszélgetései. Striking beauty. Hát, öcsém! Szóval 87% van ugye eznek a profilra. Bölcs szemezze már 87%. Mi? Jó, ugye ez a neve. Akkor miért Nina? Nem hiszem, hogy ez mindig az. Tehát szerintem mivel, hogy... Na, álljunk, megnézzük, mit ír. Szerintem, mint mondta, hogy nem talált senki értelmeset a weblapon. Lehet, hogy hazudik nekik. Nem az igazat mondja, tehát ezt még egyelőre nem húzom be. Molly Schwartznak hívják, és Molly... Akkor miért Nina? Kérdés, hogy megint nem fog tovább engedni a játék, amiben nem húzom. Na, már valami volt a gyerekről. Your opinion-nál. Hogy randiznál olyannal, aki nem szeret, vagy nem akar gyereket. És azt mondta, hogy nem. Ha tényleg van gyereke, akkor tényleg igaz. Akkor
kutyát szereti. Blom 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 blom. Szerintem az, ez biztos, hogy igaz a gyereke. Az nagyon úgy tűnik. Tehát egy egyedülálló anya. Ez nem úgy tűnik, mint valaki, aki terrorista támadásba venne részt. Nincs állandó munkája. Ez szerintem megint igaz lehet, mert írta, hogy pénzügyi stabilitást keres. És akkor a neve is igaz lenne. Na jó, húzzuk be. Ja, de jó, csak fake név. Aha, jó, de fake névnek húzta be igazából. Jó van. Megnyugodtam. Tehát az egy másik álneve a csajnak. És... és van ez a work easy. Tehát... mi van? Az ugyanaz a csaj, tutira. Hát... nagy az álla. Lehet. Ez mind a négyedbe húzza egyszerre. Az itt is álnéven lenne. Vagy akkor most ez tényleg a neve? Vagy ez csak egy álszemélyiség, amit csinált, hogy nehezebb legyen megtalálni, hogyha elkezdenek utána nyomozni. Az e-mailjét mindenképpen húzzuk. Van egy ellentmondó valahol, úgyhogy azt nem húzom még be, amíg nem találtam meg az ellentmondást. Azt mondja, hogy a fő miniszterelnök elmegy, a időjárás még szarabb lesz. április 12. Az a mostani hét. És ez is ellentmond valaminek. Minek? De mi? Miért nem találtuk még meg?
Várjál, mostan 15. 13-án volt a első robbantás. És akkor dolgozott. És mit csináltam? Ennek mi mond ellent? Na, nézzük, mi van itt. Headline. Járamot, hogy miniszterelnök elment. Elhagyta az országot. Hivatalos párt weboldalján. Robert Blaine Prime Minister. Na! Ez már jobbnak tűnik, ez a név. Főleg, hogy hivatalos levél. Szóval Nina Maternova. Olyan, mint Horosz lenne, hallod, minimum. Az a doktor nevében ír. A... Múlt héten vettek tőle ugye vért. Minden normális, többnyire. Minden esetre a doktor megkérte, hogy emlékeztesse arra, amit mondott neki, hogy mit javasolt. És van egy patient number, amivel hozzá fogunk gondolom férni az orvosi. A Medical Centerhez. Na itt a címe is. Itt a születés dátuma. És tudom, eddig is az volt. Ja, az ott van fent. Nem tudom, hogy eddig is az volt, na mindegy. De volt egy másik cím, és azt nem tudom, hogy ugyanez volt-e. Bal lábában van valami. Hogy dolgozott ilyen sokat, hogyha... Ha fáj a lába. És ez meg ellentmond ugye a... azzal, amit dolgozott. De mivel egyedülálló nő, gyerekkel, és ugye nincs állandó munkája, tehát nem mehet betegszavira, tehát valószínűleg dolgozott a csaj. A betegszavira majd nem igen kap pénzt. Két héten belül nem javul, akkor menjen vissza. Szóval a fájdalom valószínűleg egy előző sérülése miatt van. Nem más. Na nézzük ki ez a hívás. Juliettet hívja valami ismeretlen. Julborg? Ja, az a Bece neve.
És ez Chun a testvére. Hogy ment a munka ma? Honnan tudtad, hogy ma is dolgozom? Mikor nem dolgozol? Szóval a főnököt gondot okoz, hívjak vissza később. Szerintem nem semmi baj, az, hogy benn van az irodában, az csak egy jó kifogás arra, hogy ne legyen otthon. Szóval sose értettem, miért költöztél haza. Szóval el kellett hagynom a egyetemi apartmentet. Tudod, hogy ez nagyon gyenge kifogás. Elég jó pénzt keresel a Rosentechnél, nem? Ki tudná venni egy lakást? Nem akart egyedül maradni. Hol van Juliet? Hát valami nagyon szarú kezdődött neki ez az év, illetve van egy Betsze neve. Ja igen, akkor ért véget a kapcsolata Harrisonnal valószínűleg. Milyen furcsa név. Ezt tudjuk, hogy a Luga, ez most nem tudom miért fontos. Eddig is tudtuk, hogy Juna Huga. Dolgozik szombaton, öcsém, azt a bőrkaholikot, azt a hanovistát. Jóval a szüleivel és zaklatják, szóval azért nem szeret otthon lenni. Ráadásul vissza költözött a szüleihez. Szóval Juliet. Ja, hogy Junebug. Hogy Junet hívták Junebugnak. És June találta ki ezt a becenevet neki. Ma az apjuk June-t Junebugnak hívta, és Julietnek meg nem volt beceneve. És ugye június meg július, tehát June, July, ezért a Junebug gondolom. Szerintem az üres az iroda, egyedül van szinte bent, de hosszú a teendőinek listája. Mi? Ez fura. Mi az, hogy én hívlak téged, ne próbálj meg engem elérni. Ja, csak viccelek. Ez funk, hogy az ég egyet olyan semmit nem adott nekünk. Tehát Julietnek eddig is tudtuk, hogy June a testvére. Esther az apja. És nem tudom, hogy Victor vagy Jonathan, van egy másik, egy fiú testvére, a másik meg az apja, de hogy melyik, azt már nem mondom. Ki a faszom az Angela? Jannak, mert virágot küldött Angelának. Szilv. A Mary Blight az valami régi barátnője volt, igen, Broken Friendship. Oké, vissza a sztoriban.
És van egy csomó, amit nem húztunk még be. Itt még van valami, amit nem találtunk meg. Ja igen, azt néztem, hogy vannak előző bejegyzés. Farnix, nem tudom mi az basszány. Feljutott neki még egy gyógyszert. Az igen, nem tud aludni se. Hogy a francba lenne ő a bombázó? Még az orvos is azt mondja, hogy agresszívan reagál. Úgy érzi, hogy kihívják, vagy... Azt mondja, ahhoz hasonló, mint amikor valakinek PTSD-je van. És... Tehát van valami sérülése, tehát lehet, hogy amiatt van a PTSD. De az entry egyen van még mindig valami. Több mint 3 éve fáj a lába. Igen, ki kell lejött, hogy mi történt 3 éve vele. De ez nem ugyanaz a cím? 347 Industrial Code, ez 5x24 ponton. Aha, ezzel ellentétes, de miért nem hozza ki? De ez mi Schwarz? Ráadásul tehát... Szerintem ezt behúzhatjuk nyugodtan, hogy miket vállal a munkákat. Ezt szerintem letiltom a francba, és ezt is letiltom. Szerintem ez hamis, mert a neve is hamis. Ez úgy tűnik, mintha ez nem reál lenne. Ez meg ugye a izének mond ellent. Amit az orvos javasolt, hogy menjen, pihenjen. Hogy szerintem ez a valódi címe, hogy ez egy orvosi papírtán valódi címet ad meg. Márha ez a címe. És ugye az orvos azt ajánlotta, hogy pihenjen. Na, mivel 3 éve fáj, nem hiszem, hogy elment, szerintem dolgozott, az inkább valószínű. Ezt viszont behúzom, hogy érdeklődik a politika iránt. Ezeket viszont lehet, hogy van francia, mit számít?
De amúgy hogy lehet at- mondjuk attól még, hogy atletik fájhat a lába. Azért tiltom le ezeket, hogy ugye itt a listán látsz, hogy olyan szürke, hogy azzal nem akarunk foglalkozni. És ezt viszont szerintem behúzom. Tudom, hogy van ellentétes az, amit az orvos mondott, ugye az orvos azt mondta, hogy pihenjen. Nemve egyedül neveli a gyerekét, szerintem inkább úgy döntött, hogy dolgozik. Mint az, hogy pihenje, főleg, hogy nincs szabadság, tehát nem tud szabadságra menni, vagy ilyesmi. Ja, tehát ettől még amúgy nem biztos, mert ez egy... 13-án volt az első robbantás a Freedom Plaza-n. Úgy, hol magyarul, hol angolul mondom a neveket, de mindegy. És ez egy Nina Initiate-tel beszélget. Szóval kop-kop. Azt kellett volna kérdezned, hogy ki van ez. Szóval nincs időm ilyen viccekre. Ki a franc vagy? Na most már tudsz kérdezni. A nevem Initiate. Ismerlek. Szerintem valaki olyan vagyok, aki jobban is ismert téged, mint te saját magadat. Tehát vele is kapcsolatba lépett ez az Initiate. Igen, ez érdekes, hogy mi szerepe van ennek, Ben, és mi a frászért lép kapcsolatba az emberekkel. Szóval nyugodtan utána nézhetek ennek a hackernek, és ugye ő Harrisonnak küldött már egy üzenetet szintén. És akkor remélem nem a Singularról vagy az a pasi kereső oldal. És nem érdekel, hogy szerezte meg azt számomat hagy békén. És le is tiltotta. Letartotta a számát, de mégis tud neki írni. Szerintem nem tudsz ilyen könnyen megszabadulni tőlem. Szerintem tudja fazva. Rám kéne figyelni csak egy kicsit, aztán eltűnök. Nem érdekel, mit akarsz mondani. Szerintem tudok a kis pajkeverő csapatadról. Micsoda? Tehát nem érdekel, hogyha nem, tiltakoznak, de bombázás az már teljesen más dolog. Mondjuk, hogy... Ja, miből gondolt, hogy közünk volt valaki? Mondjuk, hogy már régóta figyellek titeket. A bombázás ugyanott volt, mint ahol ti tiltakoztatok az elmúlt 2 évben. Ezt még a rendőrök is rájöttek. Erre még a rendőrök is rájöttek. Tudták, hogy hol keressék az utolsó bombát. Szóval mondj egy indokot. Lassabban már, bazd meg. Hogy... Micsoda? De még mindig pörgeti, bazd meg, nehogy már el tudjam olvasni. Mondj egy indokot, amiért leszálljak rólata, vagy valami ilyesmi. Segíteni akarok, de most te jössz. Szóval hogy mi ezt fenyegetni? Semmi nincs ellenünk. Hé, nyugi, azt mondtam, segíteni akarok, nem fenyegetni.
megmutatom, hogy bízhatsz bennem. Fel fogom törni a párt weblapját, és feltöltök valami különlegeset. Ha nem látják, hogy jön a következő pillanatban, akkor mit tudom én, bla bla bla. De is utána válaszolsz a kérdésemre. Nem érdekel a szarod, várj, csak adj két percet, hadd csináljam. És tényleg feltölt a párt weboldalát. Haha! Queen of Bullshit lett Catherine Delacroix. Hát az sok, az több mint. De a sajén mi a franc? Miért dobja ki a játék? Megint kiugrott az asztalra, nem tudom miért. Tehát nem gondolkoztam, hogy nem ebbe a balesetbe, terrorista incidensbe sérült meg Nina, de ez 2008, tehát az majdnem 10 éve volt. Na, ennyi idő, míg ezt leszedik. Szeretnél tűnni, én akkor eltűnnék. Kikapcsolom a telefonomat. Ezt viszont már nekem írja a hacker, nem Ninának. Szóval, hogy jó kis tűzfalad van, kedves párt, internetes csapat. Szomorú lenne, ha valaki csak úgy simán át tudna törni. Szerintem befogod végre? Vagy most a weblapot töri még? Ja igen, az még a weblapot, sorry. Hát azt mondja, hogy mindig szokatlan ez neki, és el kell valahogy terelnie magát arról, hogy hekkel. Mindjárt kell, ez csak egy másodperc, és kész, Delacroix sose nézett ki szebben. Várj, ezt meg kell, hogy nézzem. És mondja, hogy hú, hát ez tényleg jó. Most már beszélhetünk. Hogyha muszáj, legyél gyors, és tűnj az életemből utána. Azt mondja, te nem voltál, tehát azt mondtad, hogy te nem voltál benne a támadásokban, a bombázásban gondolom, nem én nem. Oké, tudsz valakit, aki, tehát kire gondolsz, ki lehetett az? Ez a csapat csűrhe, nem hiszem. Harrison az egyetlen, aki távolról el tudnak hiszelni, hogy csinálna valami ilyet. De az is távolról, tehát én ezt letiltottam. Harrison csak azért érdeklődött Cassandra iránt, mert csaj hozzáfért egy csomó pénzhez a szülei cégén keresztül. A
akkor lehet, ezért dobták ki amúgy a cégből. És kidobták a cégből, és egyből ott hagyta a srác. Na ezt behúzom viszont. Tehát igen, ez ami tényleg érdekes, hogy először Cassandrával kezdett ki. Nem, először Juliettel. Tehát Juliet jó volt szervezésben, de ő se képes ilyenre. És azt gondolja, hogy a kormányzat van a bombázás mögött. Hát, simán. Ez nem vicc, Simes. Simán elképzelhető, hogy a kormányzat csinálta a bombázást. És hogy rákenjék ezekre a hülyékre, azért csinálta azokon a helyszíneken, ahol a csapat tüntetett régen. És tényleg azért, hogy ugye fenntartsák az okot, hogy miért van szüksége a megfigyelésre. Szerintem milliószor hallottam már ezt, de ha milliószor hallottad, az nem gondolkozol el rajta, hogy lehet benne igazság? Semmi nincsen mögött, az összes kő sem léletek mögött. Ezt direkt nekem adta meg szintén. Szerintem. De ez a hacker tudja, hogy... hogy lehallgatjuk a beszélgetést, és az információk egy részét nekem irányítja, nem Ninának. Tudja, hogy Ninátra már, Nináig már jutottunk a nyomozásba, és azért lépett vele kapcsolatba. Kurvára nem tudja, hogy ki az, de tud róla mindent. És mondja is, és Simes, hogy a Safety Bill óta minden elektronos eszköznek van egy ilyen ID-ja, és ez az insider tool-a bele tudok lépni a otthoni telefonba, számítógépbe, bármibe, és megnézni benne az információkat. Ez most egy új dolog, ezt most kapcsolta be. Szerintem tök olyan, mint a kód, ami a számítógépre van írva, azért mert az az. Micsoda? Ne aggódj! Én csak a számot olvastam le távolról, semmi mást. Hát mivel megcsináltad azt a hacket a weboldalon, ezért hiszek neked. Szóval nem tudnád a képességedet arra használni, hogy megbebizonyíts, hogy tényleg a kormány áll a robbantások mögött? Persze, mert a szavam bármit ér. De a végére járok ennek. Csak csináld, amit szoktál, és maradj nyugton. Most már megyek. Alright. Mi volt, amit nem húztunk be? Nem húzom be ezt se, letiltom. Szerintem legazdom, amikor játszottam, pont hogy Nina vitte el a balhét, de akkor se hittem, hogy ő lenne mögötte. De csomójára arra mutatott, és arra irányult az egész játék. Na, itt a számítógépe, be tudunk hívni a számítógépe, és egyből a gyereke van a...
a háló, vagy a háttér képen, és ugye tudjuk, hogy Mrs. Schwartz az álneve. Tehát kérte, hogy dolgozzon április 4-én. Tehát a robbanás napján a Freedom Plaza-n dolgozott. Na, tudjuk a telefonszámát is Ninának, ezt hozzáadom. Autószerelőnek, ahhoz is ért. Az mihez nem ért ez a csaj? Jó hosszú telefonszám, véletlen se akarja valaki felhívni valóban. Csomóan írnak rám. Nem tudom, hogy ebből mi fog kisülni. Housekeeper. Hát ez ugyanaz. Privát, itt van Michael. Aztán húzhatjuk be. A squad. Még tudtuk, hogy valami sérülése volt. Szerintem ennek érdemes utána nézni, főleg, hogy milyen speciális kiképzést vagy milyen kiképzést kapott. Safe Protocol Desmo 016. Mi a? Ez mi? Nem tudom, hogy lantról felfelé, vagy fentről lefelé kell. If we were to marry and have children, it would be really funny if my name was Molly. Szerintem neki tetszik a Nina név, akkor miért Molly? Obladi, oblada. Ja, a Beatles-ben van egy Molly, aha. Szerintem Beatles van. Sokkal inkább Rolling Stones. Desmond and Molly Schwartz. És a gyerekkel foglalkozik lényeg, tehát biztos nem ő áll a robbantások mögött. Do not read. Micsoda? Csak találkoztak ezzel a szemmel. De
De csak azt mondta, hogy nem találkozott senkivel, mert csak hülyék voltak a weblapon. És csávót hívják Desmond Schwarznak. Abraham Goldfels. Ez 15, ez 2 évvel ezelőtt volt. Bocsánat, kérés. Úgy tűnik, hogy a csaj össze egyedül akart rendezni, szervezkedni, mert dolgokat csinálni. És Abraham segített neki. De miben? Ezt meg Abrahamhez kell behúznunk az e-mail címét. Igen, pontosan mi azt nem tudjuk. Ez meg ugye... De ezt honnan, hogy nem tudtunk az iskolának a e-mail címe, bazzeg, na mindegy. Hihetetlen, hogy az iskolán sehol nem volt meg. Browser history. Search for CCTV on Thursday. Ez semmit nem jelent. Nem tudom, hogy elhiggyem neki vagy nem. Miért akart, azt meghagyom egyelőre, hogy mi a francért akart ott dolgozni. Ezt a cikket láttuk és kirakta, most már ilyeneket rak ki az éjjére. Harrison. Igen, az most sajnos dolog, hogy ő a TMVH-nak hír, vagy TMV-nek. Azt mondja, igen, olyan a cikket ír, amit nem is lehetne messzebb. Tehát nem igazán az, amiért eddig harcolt. Na ez meg Ninának a katonai múltja, nézzük. Nem, az pötte az a fénykép. Kapott egy Breveri. Miért? Hülye vagy. Leszerelték, mert kilépett. Considered evil.
Return to Bonton Varax. Ez érdekes. Combat Engineer. Mérnökként dolgozott. Na ez nincs szóztak. Hülye. Ez meg ugyanaz, mint az, az első. És dishonorable discharge from military service. Tehát engedély nélkül távozott a katonasságtól. Ott van, wounded in combat. Aha. Tehát 11-ben Partakeszben volt külföldön egy kiüldetésbe, és ott sérült meg, 11-ben. Tehát az 6 éve volt. Azt mondom, hogy az a 9-es sérülés az hülyeségnek tűnik. Volt. Tizenegy. Desmond Schwartz. Ó. 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 Szóval... Hogy volt ez? Nem ez. Desmond Schwartz. Ez mikor ez a levél? 2008. És meghalt a srác, akiből bele volt zúgva a küldetésben. Azt mondja, hogy a jelenlegi kormány volt már akkor is hatalmon. És azt mondja, hogy ez ugye elég ok arra, hogy utálja a kormányt. De hogy a hacker nem segített volna, ezt most semmit nem tudunk meg ebből. Nem, hú, itt is van valami. Mission Kerberos. Info of Unit, nem, ez nem az ő csoportja. Peacekeeping Fargas 2008-2009. Bassza meg. Szóval aknákat küldték felszedni ilyen rendfenntartó küldetésre, és gondolom a csávó abba halt meg, a férje. A csaj meg megsebesült. Uff. De ez van vele ellent mond. Mivel mond ellent? Ezzel. De miért nem mutatja, hogy mi a konfliktus, ez hülye? Mikor volt ez? 16-ba. Hát de 11-ben leszerelt a csajtat, akkor ő már rég nem volt ott.
Még akkor is, hogyha az az egység, aminél ő szolgált, az ment. Tehát az biztos, hogy nem az. Ez viszont 2006, 2008, 2009... nem emlékszem, hogy mikor volt. Most sérült meg. Tizenegyben sérült meg. Tehát, hogyha leszerelték 11-be, 16-ban már nem lehetett ott. A csapattal. Hogy csak behúzom ezt, hogy leszerelték. És ez mivel mondta ellent? Party! Milyen projektek vannak? Szóval ezért nem talál munkát. Ezért nem talál normális munkát, mert ugye elítélték, mert engedély nélkül távozott a katonasságnál. De én ezt kitiltom a francba, ez fasság. Tehát annyira talán nem céli, hogy bombázzon meg, erre most azt fogja mondani, hogy akkor tudja, hogy volt. És azt meg nem tudom, mivel mond el lent ez a küldetés, de ezt meg viszont behúzom. Szerintem tuti, hogy aknákat szedtek fel. Bár itt 9-et ír a dátum, 2009-et. Ja nem, 2009-ben, igen. Azt nem írja, hogy mikor tudott, tehát 2009-ben választották meg a pártot. Valószínűleg ebbe halt meg szerintem a férje, ezt behúzom. Valószínűleg ebbe halt meg a férje, és ebbe sérült meg ő is. Hát... nem épp erre gondoltam. Nina és Sylv hívás. Szóval hogy vagy? Jobban érzed magad? Igen, valamennyire. Mint egész múlt hét... egész múlt héten ágyban volt. Bazzim, mert már behúztam az ellentétes, de nem baj. Jó, hogy nála van Michael? Ő vigyáz Michaelra per pill. Azt mondja, nem, köszönöm, elmegyek én érte egy óra múlva. Ez az nem hiszem, hogy fontos, mert ez csak arra kell, hogy elkapják. Vagy nem húztuk még be? De ez is olyan, hogy már megint nem mutatja a konfliktot. De tudom, mi a konflikt, tehát ez a... ez ével ellentétes.
Te azt mondta, hogy nem dolgozott a csajnak. És a szörkőmalban volt, ahol a bombát találták. Most akkor hogy van ez? Szóval ez csak hazudja a csajnak. Most már mutatja a konfliktot, bazd meg. Tehát a csajnak hazudott. Tényleg ő bombázna. Miközben gyereke van, és a gyereke mindene. Vagy az orvoshoz ment, és azért mondta a csajnak, hogy... És gondolom megint az lesz a izé, hogy... igen. Valamelyiket be kell, hogy húzzam. Addig nem megy tovább a játék. Miért ő mi mindig kapcsolatban van Desmond Schwarz, ha Desmond Schwarz meghalt 11-ben, na mindegy. Nem tudom mit csináljak, úgyhogy szerintem itt hagyom abba a játékot. Nem tudom mi legyen. Mert ez most megint egy olyan, hogy vagy ezt valószínűleg be kell húznunk. És nem tudom elkezdeni, hogy a csaj lenne a bombázó. Szerintem az én miatt hazudik inkább. Az orvos miatt. Tehát az orvoshoz ment. És azért kérte át valószínűleg máshova azért is, hogy közelebb kelljen menni az orvoshoz. Vagy a franc tudja. Vagy hazudik és jól rászed engem. Na mindegy, szerintem, hogy úgyis idő van, és nem tudom, hogy mennyi van még ebből hátra. Jó lett volna így naponként csinálni azt úgy menteni, de az a vagy több mint egy óra is. De saj, arra jutott, hogy nem nagyon nézik meg az emberek a videókat, ha több mint egy óráig tart. Úgyhogy szerintem itt és most ennek vége. Mára befejezem a streamet. És vasárnap megtudjuk, hogy mi történik, vagy mi lesz. Úgyhogy... nem tudom, nem Alice. Tudom, hogy amikor játszottam, mondom, ezt a Ninát kapták el a rendőrök a végén. De egyáltalán voltam benne biztos, hogy tényleg ő áll a bombázás mögött. És szerintem erre inkább az a valószínű, hogy tényleg a rohadt kormány áll mögött. És csak rá akarják kenni ezekre az emberekre. Úgyhogy próbálom arra fele terelni a sztorit, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Hogy be tudjuk-e bizonyítani, hogy tényleg a kormány csinálja, vagy nem. És együtt működünk a hackerrel, és nyilvánosságra hozzuk, hogy én nem tudom. Azt mondom, hogy több vége van, több befejezés van a játéknak. És én akkor játszottam, hogy egyet láttam. Hát meglátjuk. Mindenesetre vasárnap folytatom tovább, aki streamet néz. Aki nem streamet néz, az úgyis
A következő részt vasárnap fogja látni, mert vasárnap fogom feltölteni az új epizódot YouTube-ra. És akkor ezentúl próbálom megvagdosni a videókat egy órákra, hogy ne legyen egy-egy óránál hosszabb sokkal, tehát egy óra 5-10 perc egy-egy epizód YouTube-on. Aztán meglátjuk, hogy ezzel megyek valamire, vagy nem. Ne esetre, aki szeretné nézni élőben a játékot, az kövessen Twitch-en. Aki meg nem, az YouTube-on meg tudja nézni az összes videót. Már ennyi voltam. Várok mindenkit vissza a következő videóban. Sziasztok!